A Csanádvezér téren található püspöki rezidencia és kápolna a város egyik legszebb ampír stílusú épülete, mely 1826-ban épült. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején fontos események színtere volt az épület. Átmenetileg a Csanádi püspökség egyik székhelye lett a rezidencia. Rövid ideig itt szállt meg Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója. 1935-ben fiúinternátussá alakult át, 5 évvel később vezetését a szerviták vették át. Az épület jobb oldalához csatlakozik leglátványosabb része, a kápolna, ami egy időben épült a rezidenciával, és amelyet nagy boldogasszony tiszteletére áldottak meg, védőszentje a fájdalmas szűzanya. Bejáratánál 4 vaskos dóroszlop található, figyelemfelkeltő az erőteljes párkánya és timpanonja, valamint vádokkal fedett tornya. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket húsvét 4. vasárnapján. Hagyományosan ezen a vasárnapon papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, hiszen az evangéliumi szakaszt János evangélistától fogjuk hallani a jó pásztorról szóló beszéd egy részletét. Mielőtt ma is meghallgatjuk Isten igéjét, és mielőtt bekapcsolódunk Krisztus áldozatának megünneplésébe, tekintsünk magunkba, bánjunk meg bűneinket, hogy méltó módon, tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr halálának és föltámadásának szent misztériumait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el híveid gyönge nyája oda,
ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Péter azt felelte, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg, mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hallgattak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem. Biztonságot ad vesződ és pásztor boldod. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltött bőkezőhen. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Jóságot és irgalmat nyomon követ, életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha a jót teszitek, és türelmesen szenvedtek, az kedves Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket
saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnnek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek, megtért lelketek az igaz pásztorhoz és oltalmazóhoz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt. Bizony, bizony, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt, elfutnak előle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta neki, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves jó testvéreim! A héten csörgött a plébániai mobiltelefon, éppen én vettem föl. Hallom, hogy mit szeretne az illető, aki telefonál, és rögtön beugrott a hangja, hogy ő kicsoda. Viszont érdekes megfigyelésem volt, hogy ő a vonal túloldalán nem ismerte meg az én hangomat. Vagy egy másik hasonló tapasztalat, amikor én hívom fel ezekben a napokban, hetekben általában idősebb testvéreinket, akkor nagyon gyakran előfordul, hogy ők azok, akik nem ismerték meg, nem ismerik meg az én hangomat, mint plébános hangját. Sokszor újra és újra kérdezik, hogy ki van ott a vonal túloldalán? És ott olyankor már világos lesz. A hangokkal kapcsolatban eszembe jut, hogy a televízióban, esetleg rádióban, amikor kedvenc műsorunkat nézzük, hallgatjuk, vajon vannak-e kedvenc bemondóink? Egész pontosan kedvenc hangjaink egy-egy emberhez kötődően. Vagy akik szeretik a zenét, a muzsikát. Hogyha nem látjuk azt, hogy ki énekel, általában felismerjük-e
kedves vagy kedvenc énekeseinket, pusztán a hangja alapján. Vagy akik már egy picit vájt fülűbbek, állítólag föl lehet ismerni egy-egy zenekarnak, mondjuk egy-egy szimfonikus zenekarnak a zenekari hangzását, anélkül, hogy tudnánk, hogy kik játszanak. Vagy akár hasonlóképpen a kórusok hangjával is lehet egy-egy ilyen próbát tenni. Hogyha így a hangokról tovább gondolkodunk, akkor előbb-utóbb elérkezünk saját családunkhoz, mondjuk egy anya-gyermek, egy szülő-gyermek kapcsolathoz. A szülő hangja a gyermek számára már kezdettől fogva, gyakorlatilag már fogantatásától fogva egyfajta biztonságot ad. A szeretetnek az egyik megnyilvánulása, hogy az édesanya hogyan, milyen hangon szól a gyermekhez. És még egy dolog így a hangokkal kapcsolatban, ami így eszembe jutott, még így a vírus helyzetnek az elején beszélgettem valakivel, aki Szegeden lakik, és azt mondja, hogy milyen érdekes megfigyelésem van, Szeged egy fontos és forgalmas pontján megáll az élet gyakorlatilag, alig vannak autók, alig van közlekedés, és már is hallom, azt mondja, a madaraknak a hangját. Meghallom a madaraknak a hangját, amit addig nem hallottam, mert a mindenféle egyéb zaj elfette ezeket a hangokat. Nos, ezek jutottak eszembe, így a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszunk kapcsán, hiszen itt a pásztornak a hangjáról van szó, ami jelen esetben az üzenet szempontjából is nagyon fontos lesz majd számunkra. Alapvetően három dolgot hallunk. Az első, hogy a jó pásztor nevükön szólítja a juhokat. Mit jelent ez? Alapvetően azt jelenti, hogy a jó pásztor ismeri ezeket a juhokat. Ha emberek lennének, akkor azt mondanám, hogy személy szerint mindannyiukat ismeri, vagyis van egy személyes kapcsolata. A juhokra nem úgy tekint, mint egy tömegre. Mindenkit, mindegyiket egészen különleges módon személyesen ismer. És valahol így van ez az egyházban is. Különösen talán mondhatjuk ezt a 20. 21. század egyházára, egyre inkább afelé tartunk, hogy ne tömegegyházról beszéljünk, ne arról beszéljünk, hogy milyen sokan vannak a templomban, de gyakorlatilag senkit sem ismerünk, hanem egyre inkább meggyőződésem, hogy e felé a személyesség felé tart az egyház, amikor meghalljuk mi magunk is, hogy Jézus, illetve az egyház, és jó esetben az egyháznak a képviselője, a szolgálattevők nevünkön szólítanak minket. Nem is olyan régen Ferenc pápa nagycsütörtökön a papsághoz beszélt, és egy megdöbbentő történetet mondott el, még a dél-amerikai időszakából. Azt mondja, hogy így gyakran beszélt a saját papjaival a Buenos Aires-i egyházmegyében, és jól tudjuk, hogy Argentínának bizonyos részei hegyvidéken fekszenek, és elmesélte, hogy beszélt az egyik paptestvérrel. Az a paptestvér fenn a hegyekben, az Andokban szolgált, több faluja is volt, és ez a pap elmesélte neki, mint püspökének, hogy bizony fogom magamat, és napokon keresztül járom a hegyi utakat, végig látogatom az egyik falunak, a másik falunak a híveit, az embereit. És akkor megkérdezte tőle, ugye a Bergoglio püspök, a későbbi Ferenc pápa, hogy jó, de hát így ismered-e ezeket az embereket, hiszen messze vannak egymástól, nagy távolságot kell megtenni. És azt mondja, hogy igen, én minden családot ismerek, sőt, még azokat a kutyákat is ismerem, még a kutyák neveit is tudom, hogy melyik családnál hogy hívják egyiket és másikat. Hát valami ilyesmi az a jó pásztor, illetve az az egyház modell, ami felé mi magunk is szeretnénk tartani. És bizony magamra vagy magunkra is tekinthetünk, hogy ez egyáltalán nem egyszerű. A múlt héten az egyik üzlet előtt itt Makón találkoztam valakivel, teljesen egyértelmű volt, hogy ő egy
hívő, egy templomba járó néni, ide szokott egyébként járni a kis kápolnába, amikor csak tud, viszont ahogy ott beszéltünk, nem ugrott be a neve, nem tudtam nevén szólítani, és ez kellemetlen volt, valahogy éreztem, hogy pont erre lenne szüksége, szóval az, hogy nevükön szólítsuk a bárányokat, a juhokat, nem kis feladat, és érdemes erre újra és újra hangsúlyt fektetnünk mindannyiunknak. A második dolog, hogy a juhok hallgatnak a jó pásztor hangjára, ismerik az ő hangját, így hallottuk az evangéliumban. Gondoltam egy nagyot, és a héten felhívtam egy ismerősömet, ez pedig nem más, mint egy gazda, itt Makótól nem messze, Bogárzóban, aki pásztorkodik is, magyarán vannak birkály juhai. És megkérdeztem tőle, hogy vajon tényleg így van-e ez, még a 21. században is, hogy tudnélik, ismerik a hangját a juhok. És azt mondta, hogy bizony, hogy így van, mert mintha a juhoknak sokkal kifinomultabb lenne a hallása, sőt, hogyha nem ő kiabál a juhoknak, hanem mondjuk valamelyik családtag, akkor annak a családtagnak a hangjára bizony nem hallgatnak. Vagyis, mintha ezt mondta volna, hogy a pásztornak a hangja az szent. A pásztornak a hangja az különleges, valami egészen egyedi. És Jézus hangjával is így vagyunk, hiszen ő az igazi pásztor, ő a jó pásztor, az ő hangja legyen az elsődleges számunkra. És hogy milyen hangon szól, most talán ezekben a hetekben egyre inkább megtapasztaljuk, hogy nagyon gyakran a csend hangján szól. Ez lehet a lelkiismeretünk hangja, itt ez a belső hang, de nagyon gyakran éppen az imádság hangja is lehet. Itt éppen a kiskápolnában tapasztaljuk napról napra, és nagyon szép, nagyon jó tapasztalat ez, örömteli tapasztalat, hogy minden nap egy-egy óra hosszát itt az oltári szentség előtt töltünk, hívekkel, szentségimádás keretében, és voltak már, akik jelezték nekem, hogy milyen jó, hogy ez a lehetőség egyáltalán van, és milyen jó, hogy így el tudunk csendesedni, sőt, mi több, hogy ezzel tanuljuk is azt a csendet, amiben kiki meghallhatja az Úristennek a hangját. Mert valljuk, hisszük és tudjuk, hogy a szívünk, a szívem valahol ott belül ismeri a Jézus hangját. A lényeg, hogy ne nyomjuk el valami mással, hanem ez a hang legyen az elsődleges hang számunkra. És a harmadik dolog, amit az evangéliumi szakaszból mindannyian tanulhatunk, hogy a pásztor, a jó pásztor a juhok előtt halad, a juhok követik őt. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy másik bibliai történet, ami lényegében ugyanerről szól, Máté evangélium második fejezetében a betlehemi csillagnak, a betlehemi bölcseknek, a napkeleti bölcseknek a története. Ott is ugyanez a mondandó, a mondani való, hogy a csillag a bölcsek előtt halad, a bölcsek követik ezt a csillagot, igazából semmi más, csak a bennük megszólaló bizalom, ami révén követni tudják ezt a csillagot. Az üzenet ebből természetesen az, hogy elsődlegesen ne magamban bízzak, elsődlegesen ne a világ mindenféle ügyes-bajos dolgaiban bízzak, ne az internet hangjában bízzak elsődlegesen, nem az 5G-ben, meg a nem tudom hány G-ben, hanem egyes-egyedül benne, aki megszólít engem, aki az én bizalmamra egyes-egyedül igazán méltó. Ő vezessen engem. Ő, akit jó pásztornak nevezünk. Kedves testvéreim, ezekben a hetekben a csönd időszakát éljük, az élet, a helyzet rákényszerít bizonyos értelemben minket. Gyakoroljuk tehát ezt a fajta meghallást, meghallgatást, ami a juhokra jellemző. Gyakoroljuk azt, hogy nevünkön szólítjuk egymást, és gyakoroljuk azt, hogy bizalommal hozzá tudjunk fordulni, hogy élezgessük magunkban
ezt a bizalmat. Abban bízunk elsődlegesen, aki előttünk halad, akit követni szeretnénk. Befejezésül pedig, ahogy a múlt vasárnap is, egyetlen kis szösszenet és összefoglaló üzenet Halmai Tamás költőtől. A szél közlendője, füleljünk. Most pedig húsvéti módon, kérdés-válasz formájában valljuk meg hitünket. Kérdezlek tehát benneteket, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondunk. Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohasem uralkodjék rajtatok? Ellene mondunk. Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? Ellene mondunk. Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt, eltemették, de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Most pedig imádkozzunk Krisztushoz, a jó pásztorhoz, aki eljött közénk, hogy meghalljuk az ő hangját, eljött, hogy országába hívjon mindannyiunkat. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat. Köszönjük az édesanyák, nagymamák áldozatos munkáját. Áld meg őket, s add, hogy örömük teljék gyermekeik és unokáik növekedésében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Köszönjük, hogy ma is megszólítasz fiatalokat. Add nekik kegyelmedet, hogy igent mondjanak hívásodra, és örömmel adják életüket papként, szerzetesként a te szolgálatodra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hálát adunk Marosi János atyáért, aki közöttünk szolgált, s általa megtapasztalhattuk békédet, szeretetedet. Add, hogy szentjeiddel együtt örvendezzék országodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te a jó pásztor életedet adtad értünk, attól sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Alleluia, Alleluia.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunk. Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszád zengik és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet,
és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt, örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent István királyunkkal, Szent Gellérttel, nemzetünk szentjeivel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre, gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait,
békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihlass meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsd el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Ámen. Könyörögjünk. Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szentmise végén szeretnék egy levelet felolvasni. A levelet egy püspöktől kaptuk, nem a mi püspökünk írta, de egy nagyon fontos püspök írta, mégpedig Róma püspöke, Ferenc pápa fordult minden hívőhöz. Kedves fivéreim és nővéreim! Május van, amikor Isten népe különleges erővel fejezi ki Szűz Mária iránti szeretetét és tiszteletét. Hagyományosan e hónapban otthon, a családban imádkozzuk a rózsafüzért. Ezt az otthoni jelleget, amelyre a világjárvány megszorításai kényszerítenek minket, lelki szempontból is meg kell becsülni. Azért azt javaslom mindenkinek, hogy újból fedezze fel a rózsafüzér imádság szépségét otthon május folyamán. Együtt is lehet imádkozni, vagy személyesen. Döntsétek el az adott helyzet szerint, mindkét lehetőséget szem előtt tartva. Van egy titka az imádkozásnak, az egyszerűség. Könnyű rátalálni, hiszen megvan az interneten is az imádság menete. A Szűzanyának szentelt két imádságot is ajánlok nektek, amelyeket a rózsafüzér végén lehet imádkozni, és május folyamán, lélekben én is veletek imádkozom. Ezeket az imádságokat levelemhez csatolom, hogy mindenkinek rendelkezésére álljon. Kedves fivéreim és nővéreim! Szemléljük együtt Krisztus arcát Mária édesanyánk lelkületével, amely még jobban lelki családdá egyesít bennünket, és segít a megpróbáltatás legyőzésében. Imádkozom értetek, főként a leginkább szenvedőkért, és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem. Szívből köszönöm, és megáldalak benneteket. Róma, április 25, Ferenc pápa. A Szentatya által említett imádságba most mi is lélekben bekapcsolódhatunk. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja. A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve. Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus járványra, erősítsd meg az eltévejedetteket, és azokat, akik elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, amely önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel küzdőket, azokat, akik a fertőzés megakadályozása miatt nem lehetnek közel beteg szeretteikhez. Töltsd el bizalommal azokat, akik szoronganak a bizonytalan jövő, a gazdasági és a munkahelyi következmények miatt. Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk Istennél,
az irgalmasság atyánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel, és hogy visszatérjen a remény és a béke horizontja, amint Kánában. Jár közben isteni fiadnál, kérve őt, hogy erősítse meg a betegek és áldozatok családjait, és nyissa meg szívüket a bizalomra. Segítsd az orvosokat, az ápolókat, az egészségügyi dolgozókat, az önkénteseket, akik a jelenlegi szükséghelyzet frontján küzdenek, életüket is kockáztatva. Kísérd hősies küzdelmüket, és adj nekik erőt, jóságot és egészséget. Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket, légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgósággal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkinek segítséget és támogatást nyújtani. Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére. Segítsd a nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek. Támogassák a megélhetési gondokkal küzdőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek. Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelki ismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére szánt hatalmas összegeket a jövőben inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák. Szeretett anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és a nyomorúság enyhítésére. Erősítsd a hitben való szilárdságot, a szolgálatban való kitartást, az imádságban való álhatatosságot. Ó Mária, szomorúak vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet, és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásba. Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz utunkon. Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária. Amen. Amen. És ma mindannyiunk nevében ismét megköszönöm a Városi Televízió munkatársainak, hogy lehetővé tették e Szent Mise közvetítését, hogy Jóisten fizesse meg az ő szolgálatukat is. Most pedig fogadjuk mindannyian egy szívvel, lélekkel az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.